Áldást, békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek. Ma a János evangéliuma 8. rész 12. verséből szól hozzánk Jézus kijelentése: én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. A János evangéliumában Jézus több helyen mondja magáról ezt: én vagyok. Tömör és áldott igék ezek, amelyek Jézus önkijelentései. Belegondoltam, ha Jézus csak ezt mondta volna önmagáról: én vagyok, ez már elég volna üdvösségünkhöz, mert benne van az ő isteni lénye, a teremtés, a kegyelem, a bocsánat gazdagsága. De olyan jó, hogy Jézus nem csak ezt mondta: én vagyok, hanem hozzátesz még valamit. Például azt, hogy jó pásztor, szőlőtő, az ajtó, az út, igazság, élet. Ma Jézusnak erre a kijelentésre figyeljünk: én vagyok a világ világossága. Amikor Jézus hozzátesz a kijelentéséhez: én vagyok, akkor azt azért teszi, mert nem csak magáról akar beszélni, hanem rólunk is. Nem csak azt jelenti ki magáról, hogy ki ő, hanem arról akar beszélni, hogy ki ő a mi számunkra. Hiszen az, hogy ő a jó pásztor, azt jelenti, a benne hívők, az őt követők, a juhok. Az, hogy ő a szőlőtő, azt jelenti, a benne hívők, az őt követők, a szőlővesszők. Az, hogy ő az ajtó, azt jelenti, hogy Isten országába csak rajta keresztül mehetünk be. Mindezekkel ő azt mondja: én nem csak önmagamért vagyok, hanem érettetek jöttem, értetek vagyok. Aki az én vagyok igéken keresztül meghallja az ő szavát, az világosságra jut. Az én vagyok igén keresztül, azt mondja az Úr Jézus, én vagyok az, akire szükséged van. Én vagyok az, akiben mindent megtalálsz. Én vagyok az, aki a boldogságot, üdvösséget kínálom néked. Én vagyok az, aki a te megváltásodat munkáltam, és munkálom ma is. Ezek a kijelentések tények. Mit jelent ez? Azt, hogy akkor is én vagyok a világ világossága, ha te ezt nem hiszed. Akkor is én vagyok, ha ezt nem fogadtad még el. Akkor is én vagyok, ha nem élsz ezzel. De boldog ember az, aki ezt elhiszi, elfogadja, és él vele, és együtt tudja imádkozni az énekíróval: világosíts meg minket a Szentlélek Istennel, hogy szépen tündököljék bennünk az evangélium, és erősíts meg, Úristen, a te áldott igéddel minden tévejgések ellen.